A sikeres palánta nevelés a pont jó nedvességen, hőmérsékleten, friss levegőn és elegendő fényen múlik. A legtöbbször a gondot is ezek közül valamelyiknek a hiánya, a túlzott jelenléte okozza. Két héttel ezelőtt ezek a paradicsom palánták még picikék voltak, 14 nap alatt fejlődtek Krokavec László gazdaságában. Több ezer, szerintem olyan 8-10 ezer, így ha egy körbe tekintek. Egyszer majd össze kéne talán számolni, de éppen most a paradicsomot ültetjük, saláta a retek, hát a retket azt nem palántról neveltük, az helyrevetéssel történik, de salátát már jóval korábban kiültettük, körülbelül két hét múlva jelenünk meg a piacon. Karalábé is kint van, van valamennyi kelkáposztánk fóliába, ezek meg a, amiket itt most látnak a tévénézők, a paprika, paradicsom, uborka, egy kevés padlizsán, ezek ugye melegigényes növények, ezek most kerülnek ki a fűtetlen fóliába. Szabadföldben majd csak május 10 körül javaslom kiültetni. A kultúrnövények speciális tápoldatot fognak kapni, amikor ki lesznek ültetve, de a palánta nevelés alatt is kapják a tápanyagot. Tőzekeveréket használunk, ebben van valamennyi tápanyag, ami arra elég, hogy a növények ilyen szépen kifejlődjenek. Ezekben a poharakban, amiket itt látunk, olyan 3-4 hétig vannak a növények, előtte szaporító ládába kerülnek magvetésre, sűrűbb térállásba, és ide tűzdeljük őket szét, és a napokba kerülnek ki a hideg fóliába. A fóliába mi nem használunk műtrágyát, már több éve, csak érett marhatrágyát használunk, ősszel bedolgozva a földbe, és az jelenti a tápanyag utánpótlást és a talajszerkezet javítást is egyben. Néhány hetet még várni kell a kiültetéssel. Paradicsom, paprika, uborka, ezek a klasszikus melegigényes növények, ezek közül paradicsom, ami legjobban bírja a hideget. Április végén időjárás függvényében meg lehet próbálkozni szabadföldben, inkább május 10 után javaslom mindhárom növényt kiültetni szabadföldbe. A megvásárolt palánták kiültetésekor több dologra is oda kell figyelni, hiszen a nem megfelelő ültetéskor több növény is kipusztulhat. Az érett marhatrágya az mindig jó, tehát az a szerkezet is javítja. Lehet kapni műtrágyákat, tápsókat, mi nem élünk ezzel a lehetőséggel, én nem javaslom kertekbe se. A kis kertekbe inkább a vetésváltás javaslom, tehát mindig váltogassuk a növényeket. Ide ez, jövőre a másik növény kerüljön, illetve hát az ásás az nagyon fontos dolog, ezt azért én nem kerülném ki, bár manapság a talajművelők ebben vitatkoznak, hogy szántsunk, ássunk, vagy anélkül műveljük a földet, én ásás és szántás párti vagyok. Ezen túl hát nagy melegben ne ültessünk növényeket, inkább az esti órákba, és akkor jó be kell locsolni. Nem mindenki tanult növénytermesztést, de az internet sokat segíthet. Az interneten nagyon sok minden megvan, nagyon sok olyan dolog, ami nem biztos, hogy mindig helytálló, nagyon meg kell szűrni. Jó fajtát válasszunk, ez az alap dolog. Inkább legyen drágább az a vetőmag, de abban azért a esetek 90%-ában jobban meg lehet bízni. Paradicsom, na én a folytonnövőt sokkal jobban szeretem, igaz, hogy azt föl kell kötni, de azért 3-4 jó paradicsom fajta egy családot el tud látni egész szezonban paradicsommal. Paprikánál is vannak nagyon jó folytonnövő fajták, de vannak klasszikus, egyszerű fajták is. Felmerül az a kérdés, hogy ez azt is jelenti, hogy akár egy erkélyen, néhány erkélyládában is lehet esetleg paradicsomot vagy paprikát nevelni. Inkább nagyobb cserepet javaslok, abban egy jó tőzekkeveréket beteszünk, és akkor az hosszú ideig, 2-3 hónapig is el fogja látni ezt a növény tápanyaggal, öntözni kell, föl kell kötni, van némi zömmunkája mindegyiknek, paradicsomnál ugye a hónajhajtásokat eltávolítani, amikor kezd érni, akkor a fürtök alatt a alsó levelet levesszük, és ezáltal segítjük az érését is. Ezeket a tanácsokat érdemes megfogadni. A kertészetben van sokfajta paradicsom és paprika is, de mit is javasol a szakember az otthoni felhasználásra? Szoktunk kísérletezni ezekkel, ugye én például múltkor csináltam vörös káposzta kétharmad, egyharmad cékla, és ez mézzel, citromlével nagyon jó, és ráadásul egészséges is, tehát finom. A méz azért kellett, hogy kicsit édesebb legyen, azért ennyi trükk belefér, de hát házi mézet használunk, az megint egészséges. A kertész is azt javasolja, figyeljünk az egészséges táplálkozásra. Nagyon fontos, hogy mit eszünk, hát ugye ezt már többször elmondtam, meg akivel találkozom, hogy a görögök
azt állították, és van is benne igazság, hogy a betegségek 80%-a az táplálkozás eredetű. Nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiség ásványagot, vitamint vigyünk be magunknak, ez különösebben a járványveszélyes időszakban az immunerősítés miatt is nagyon fontos. A cékla, vörös káposzta, hagyma, fokhagyma, tehát ezek nagyon, nagyon egészséges dolgok. Hagyma, fokhagyma az nem egy társasági étel, de finom egy, ez egy jó kacsazsíros spiritussal. Fontos odafigyelni, hogy egymás mellé mit ültetünk. Vannak olyan növények, amelyek nem szeretik egymást. Vannak erre nagyon jó szakirodalmak, mi annyira erre nem szoktunk figyelni, megmondom őszintén, a fóliában meg különösen nem, mert ott az hely, hát van, mikor csinálunk két fajtát, de nem jellemző. Én azt javaslom, hogy bio dolgok, bio irodalmak, bio szakirodalmak erre nagyon sok jó tanácsot adnak. Nagyon nem szoktunk erre figyelni egyébként. Az eller az biztos, hogy káposzta mellé vetve az távol tartja a lepkéket, tehát a hernyó kártéte jelentősen csökken, ezt gyakorlatból meg tudom erősíteni. Nagyon egészséges az eller fogyasztása. Az eller az nagyon finom, én nagyon szeretem rántva, sajttal panírozva különösen finom, levesbe is rántva, és hát valószínű vannak férfi nézők is, ők nekik meg különösen ajánlom. A paradicsomra még várni kell, de hamarosan már a retek elérhető lesz a boltok polcain. A hideg növények, retek, saláta, zöldhagyma, ezek már most hideg fóliából van, ahol van is. Nekünk egy hét múlva lesz. A paradicsom az május vége, június oborka lesz legelőbb, tehát május 20-a körül, aztán a paprika és aztán a paradicsom. A Krokavec kertészetben folyamatosan kísérleteznek a növényekkel. Még nem vagyunk ott, hogy a vevők is megízleljék, de most tettünk fóliába cukkinit, meglátjuk, hogy milyen lesz, tehát egy picit korábban tudunk ott lenni a piacon, mint a szabadföldi. A cukkini is egy nagyon jó étel, nagyon sokféleképpen lehet elkészíteni. Ne kérdezzék, mert én a konyhában nagyon gyenge vagyok, de viszont fogyasztani nagyon szeretem.